Gyöngyösi Mártont választották a Jobbik új elnökének. A politikus néhány éve azzal okozott botrányt, hogy egy parlamenti felszólalásában a zsidók listázására szólított fel. Ellenfele most pedig az a Földi István volt, aki néhány hete szexuális zaklatási botrányba keveredett. Két hónapon belül egyébként ez volt a párt második tisztújító kongresszusa, ugyanis a május elején még újra választott Jakab Péter nem sokkal később lemondott. Biztonsági személyzet védte a Jobbik elnök választás helyszínét, a Városligeti Fasor egyik irodaházát. Ellenőrzés után kizárólag a párt küldötteit engedték be, a sajtó a kapun kívülről figyelhette az eseményeket. A politikusok többsége autóval jött és kerülte a nyilvánosságot. Felhúzott ablakkal gyorsan behajtott az épület udvarára. Jakab Péter szolgálati járművével Molnár Enikő társaságában érkezett. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert a május elején pártelnöknek újra választott Jakab Péter alig néhány héttel később lemondott. A tanácskozás 3 órán át tartott. Már nem sokkal a kezdés után visszalépett Ander Balázs, a párt jelenlegi EP képviselőjének, Gyöngyösi Mártonnak a javára, akit végül 153 szavazattal választottak meg a Jobbik új elnökének. Azt mondta, célja egy nemzeti konzervatív párt építése, ugyanakkor nem zárta ki, hogy a Jobbik a jövőben ismét összefogjon a Gyurcsány Ferenc vezette baloldallal. Lehet még, hogy sor fog kerülni ellenzéki együttműködésre, de nekünk most elsősorban a nemzeti konzervatív politikát kell megerősítenünk. Gyöngyösi Mártonnak korábban több botránya is volt. 2014-ben nemzetközi megfigyelőként részt vett az Oroszország által megszállt Krím-félszigeten tartott népszavazáson. Hány olyan zsidó származású ember van? 2012-ben pedig arról beszélt a parlamentben, hogy listázni kellene a zsidó származású képviselőket. Gyöngyösi Márton elnöki kinevezése ellen több zsidó szervezet is hangosan tiltakozott, de mégis megválasztották a Jobbik első emberének. Ellenfele a szexuális zaklatási botrányba keveredett Földi István mindössze 65 szavazatot kapott. Ő volt az, aki sajtóértesülések szerint a párt tavalyi rendezvényén ökörító főpöson erőszakoskodhatott a Jobbik korábbi alelnökének, Szilágyi Györgynek az élettársával. V. Anitával azóta beszélt már. Szerintem értette, amit mondtam, magyarul mondtam. Földi Istvánt a történtek után azonnal a védelmébe vette Jakab Péter. Hogyan rossz ebbe lehet az? Lemondása után pedig a molesztálással vádolt politikus tette meg utódjának a volt pártelnök, és még néhány napja is Földi István mellett kampányolt. Megbukott Jakab erőszakoló szövetségese, ezzel a címmel közölt cikket az Origó. A portál arról is írt, hogy a volt pártelnök elmenekült, nem állt ki Gyöngyösi Márton mögé. Jakab Péter a tisztújító kongresszus vége után Molnár Enikő kíséretében távozott. A frakció vezetőnek a megválasztása az a frakciónak a feladata. Az új elnök arra a kérdésre, hogy Jakab Péter marad-e a frakció vezetője, nem adott egyértelmű választ. Gyöngyösi Márton úgy fogalmazott, mindenkinek a munkájára számít a Jobbikban.